2003. februárjában az ENSZ biztonsági tanácsában tartott előadásán Colin Powell amerikai külügyminiszter hamis dokumentumok bemutatásával akart támogatást szerezni Irak megtámadásához. A történelem egy évtized múlva ismételte meg önmagát. Üdvözlöm a Hírvilág nézőit! Most tekintsük át adásunk témáit egyelőre csak címszavakban. Mégsem készült el a perzsa bomba. A Mossad szerint Benjamin Netanyahu félrevezette az ENSZ közgyűlését Irán atomprogramjával kapcsolatban. Gyökerek. Szegedről indult és a külügyminiszterségig vitte Hanna Tetteh második hazájában, Gánában. A Közel-Keleten semmi sem az, aminek látszik. Ott, ahol a történelem első államalakulatai megszülettek, és ahol kitalálták a diplomáciát, mesteri szintre fejlesztették a rábeszélést, megtévesztést és a manipulálást. Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök, 2012-ben az ENSZ közgyűlésén arról beszélt, hogy Irán egy év múlva atombombához juthat. Irán azóta sem készített atomfegyvert, sőt az sem kizárt, hogy sosem akart ilyen fegyvert magának. Benjamin Netanyahu beszédéről viszont kiderült, hogy annak igazságtartalmában már akkor sem hitt az izraeli titkos szolgálat. 2002. szeptember 12-e, New York. George W. Bush, az Egyesült Államok 43. elnöke lép a pódiumra az ENSZ közgyűlésén, hogy meggyőzze a jelenlévőket az Irak elleni háború szükségességéről. Szerinte Saddam Hussein elnöknek tömegpusztító fegyverei vannak, ezért veszélyt jelent a világra. Nem nézhetjük tétlenül, hogy egyre nagyobb lesz a veszély. Meg kell védenünk a biztonságunkat, az örök jogainkat és az emberiség reményeit. Nem sokkal később az amerikai külügyminiszter Colin Powell ismételte meg a vádakat. Ő egy multimédia előadással bizonyította igazát. A fénykép felvételek, műholdas fotók és a hangfelvételek mind azt bizonyították, hogy Saddam Hussein tömegpusztító fegyverekkel rendelkezik. Nem sokkal később az Egyesült Államok ENSZ felhatalmazás nélkül, a nemzetközi jogot megsértve katonai támadást indított Irak ellen. Az invázió nyomán az ország széthullott, máig tartó vallási és polgárháború tört ki. Az elkövetkező bő 10 évben több százezer civil vesztette életét, több millióan elmenekültek. Irak és később Szíria romjain létrejött az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezet, amely ma is rettegésben tartja a térséget. Az amerikai invázió után néhány évvel kiderült az is, hogy Saddam Husseinnek a 2000-es évek elején nem voltak tömegpusztító fegyverei, azaz Amerika hamis indokokkal támadta meg Irakot. Fennáll a gyanú, hogy ezzel Washington is tisztában volt, mégis megindította a háborút. A beavatkozást Benjamin Netanyahu, jelenlegi izraeli kormányfő is támogatta, mondván az Irak elleni hadjárat stabilitást hozhat a Közel-Keletre. 2012. szeptember 27-e, New York. Benjamin Netanyahu lép a pódiumra, immár izraeli miniszterelnökként, hogy az ENSZ közgyűlésén meggyőzze a jelenlévőket arról, Irán egy éven belül elegendő dúsított urániumra tehet szert ahhoz, hogy előállítsa első atombombáját. Ha ezek tények, már pedig azok, akkor hol kellene meghúzni a vörös vonalat? A vörös vonalat itt kellene meghúzni, mielőtt Irán befejezi az urándúsítás második szakaszát, amely ahhoz szükséges, hogy bombára tegyen szert. Úgy látszik, a történelem ismétli önmagát. Netanyahu ugyanis George W. Bushhoz hasonlóan félretájékoztatta a világot egy nagyon fontos kérdésben. Jobb esetben tévedett, rosszabb esetben hazudott. A napokban nyilvánosságra került titkos dokumentumokból ugyanis kiderül, az izraeli titkosszolgálat ugyanebben az időben gyakorlatilag cáfolta a szavait. A Mossad 2012. októberében azt közölte a dél-afrikai titkosszolgálattal, hogy szerinte Irán nem áll készen olyan szintű urándúsításra, amely az atomfegyverhez szükséges. Hozzátették, Irán általánosságban sem mutat ilyen mértékű aktivitást. Teherán, amely továbbra is azt állítja, hogy atomprogramja csak gazdasági célokat szolgál, győzelemként ünnepelte a kiszivárogtatást. Az izraeli elemzők egy része viszont vitatja, hogy az ellentétben állna Netanyahu korábbi szavaival. A történelem persze mégsem ismétli teljesen önmagát, hiszen az izraeli vezető beszédét nem követte háború.
Bár a zsidó állam egy időben nagy nyomást gyakorolt Washingtonra, hogy indítson légicsapásokat az iráni urándúsító létesítmények ellen, erre az Egyesült Államok, immár Barack Obama vezetése alatt nem volt hajlandó. A nagyhatalmak ezúttal maradtak a békés megoldásnál. Szankciókkal és tárgyalásokkal próbálják rávenni Iránt arra, hogy atomprogramja valóban csak békés célokat szolgáljon. Az egyeztetések állítólag jó irányba haladnak, és a márciusi kitolt határidőig akár megállapodás is születhet a témában. A kulcsszereplők, különösen Washington és Teherán közelednek egymáshoz az urándúsítás kérdésében. Ez azt jelzi, hogy mindkét fél nagyon szeretne egyességre jutni. Izrael azonban a saját biztonságára hivatkozva meg akarja akadályozni az alkut, és újabb szankciókat vezettetne be a nemzetközi közösséggel, Teheránnal szemben. Netanyahu március elején az amerikai kongresszusban próbálja majd meggyőzni a honatyákat arról, hogy Iránban nem szabad megbízni. Az izraeli kormányfőt az amerikai képviselőház republikánus elnöke hívta meg Washingtonba, nem véletlenül. Amerikai zsidó üzletemberek ugyanis óriási összegekkel támogatják a republikánus pártot, és ezzel gyakorlatilag beleszólást vásárolnak maguknak a politikába. A talán legjelentősebb patronus Sheldon Adelson, aki egymaga csaknem 100 millió dollárt fordított a republikánusok 2012-es kampányára. A kaszinó mágnásnak meglehetősen markáns véleménye van külpolitikai kérdésekben, például Iránról is. 2013 őszén azt indítványozta a Haaretz izraeli napilap szerint, hogy Washington mérjen atomcsapást a perzsa államra. Előbb lakatlan területekre, aztán ha nem értenek belőle, mondjuk nekik azt, a következő Teherán közepébe megy, jegyezte meg Adelson. Bár természetesen a demokrata párti amerikai vezetés is deklarált barátja Izraelnek, háborúról hallani sem akar. Sőt, lassan kezd elege lenni a választásokra készülődő Netanyahuból. Az izraeli kormányfőt nem fogadja sem az amerikai elnök, sem az alelnök, sem a külügyminiszter, néhány demokrata képviselő pedig bojkottálja majd beszédét. Az irányelv az, hogy Iránnak ne lehessen atomfegyvere. Bárki, aki most össze-vissza futkos meg ugrál, és azt mondja, hogy nem tetszik neki az egyesség, nem is tudja, miről szól az egyesség. Egyelőre nincs is ilyen. Tehát arra figyelmeztetem az embereket, hogy várják meg, mit hoznak a tárgyalások. Ezzel együtt az izraeli vezetőt nyugaton továbbra is alig merik nyíltan bírálni, pedig a jogos kormánykritika nem jelenti a zsidó állam egészének kritikáját, és annak nyilvánvalóan semmi köze sincs az antiszemitizmushoz. Aki Netanyahut bírálja, nem Izrael bírálja, a Netanyahu politikát követni nem egyszerű, a mai amerikai vezetésnek leegyszerűsítve elege van Netanyahuból, nem hajlandó támogatni, nem hajlandó fogadni. Még abszurdabbá teszi a történetet, hogy miközben az izraeli vezetés és a nyugati világ Iránt annak atomprogramja miatt revolverezi, addig a zsidó állam nukleáris arzenáljáról szót sem ejt, pedig lenne miről beszélni. A Brit Guardian tényfeltáró cikke szerint Izrael titokban az 50-es évek óta dolgozott atombombák kifejlesztésén. Ellopta más országok atomtitkait, és már legalább 80 atomtöltettel rendelkezik. Ezzel feltehetőleg az a több száz diplomata is tisztában volt, akik az ENSZ-ben annak idején csendben hallgatták Netanyahu szavait. Gána Afrika egyik bezzeg országa. A fekete kontinenst korábban rendre lesajnálták és reménytelennek titulálták a fejlett világban. Afrika azonban rácáfol saját balsorsára. Az elmúlt évtizedben egészen bámulatos növekedési mutatókat mutattak fel, egyes államok pedig már hosszú távra terveznek és hajtanak végre mélyreható reformokat. A nyugat-afrikai Gána sikereiben egy kis magyar hozzájárulást is találhatunk, hogy pontosan mit, arról az ország külügyminiszterével beszélgettünk. Hanna Tetteh külügyminiszter asszonnyal, Tóth Gábor kollégám készített interjút. Miniszter asszony, köszönjük szépen a lehetőséget, megtiszteltetés számunkra találkozni önnel itt Budapesten. Lehet-e palacsintát kapni Gánában? Hát csináljunk palacsinta otthon. De nem mindenhova Gánában, nem. Legyen kedves elárulni a nézőinknek, hogy honnan ez a kiváló magyar nyelvismeret? Hát Magyarországon születettem, Szegeden. És mikor 2,5 éves voltam, akkor elmentünk Angliába. És azután, mikor elmentünk Angliába,
Az anyám nem tud angolul beszélni, és azért beszéltünk magyarul otthon, de tanultam angolul az angol nyelv is. És mikor 4 vagy 5 éves voltam, akkor tudtam az angol nyelv beszélni, és aztután csak az anyámval beszéltem magyarul. I know that you prefer English language when... Tudom, hogy az angol nyelvet részesíti előnyben, ha politikáról vagy gazdaságról van szó, így akkor hadd folytassam angolul. Beszéljünk Afrikáról, Nyugat-Afrikáról és Gánáról. A politikai instabilitás az elmúlt évtizedekben nagy terhet jelentett az afrikai országok számára. Puccsokat követtek el, diktátorok jöttek. Afrika mára túllépett a történelem ezen korszakán. Ez a korszak véget ért Gánában, de nem szükségszerűen ért véget Afrika egészében. Azt tapasztaltuk az elmúlt másfél évtizedben, de Gána esetében régebb óta, már 2 évtizede is, hogy egyes országok képesek az átmenetre. Választási rendszerünk nagyon is kiállja az összehasonlítást. Jól szervezett politikai pártjaink vannak, a hatalomváltás pedig a szavazóurnákon keresztül következik be. Azok az országok, amelyek nem tudták ilyen jól kezelni a helyzetet, még mindig instabilak. Afrikában 55 ország van, és ezek közül mind több ország képes átkelni a demokratikus kormányzás oldalára vezető hídon. Az ő esetükben azt tapasztalni, hogy folyamatosan bővül a gazdaság, és folyamatosan nő az életszínvonal. It is Ghana, the country where the idea... Ghana az az ország, ahonnan az afrikai egység ötlete származik. Az első ghánai elnök kezdeményezte az Afrikai Unió megalakulását. Tudjuk, hogy Ghana elismertsége a nemzetközi politikában sokkal nagyobb, mint azt mérete vagy lakosság száma indokolná. Hogyan sikerült ezt kivívniuk? A part of it is as a result of our first president. Nos, ez részben első elnökünk érdeme. Ő már a függetlenség kikiáltásának napján azt közölte, hogy Gána függetlenségének semmi értelme, Afrika teljes felszabadításának hiányában. Programjában ezért szerepelt a többi függetlenségi mozgalom támogatása. Ennek következményeként mi a földrész egészének államaival kapcsolatot ápolunk. Afrika hatalmas kontinens, de mi valamennyi, mind az északi és déli, mind a keleti és nyugati országokkal kapcsolatba léptünk, hogy számukra a gyarmati függésből való szabaduláshoz segítséget adjunk. Ennek révén terjeszthettük ki kontinens szerte befolyásunkat, vagy ha úgy tetszik, így szereztünk egyfajta vezető szerepet magunknak. A következő ok pedig az volt, elnökünk hitt abban, hogy a legfontosabb befektetés, amit Gána és népe érdekében meg lehet tenni, az oktatásba történő investálás. Függetlenségünk megszerzésének idején azzal szembesült, hogy csak korlátozott számban voltak középiskolák, és mindössze egyetlen egyetem volt. Elnöksége 9 esztendeje alatt 2 egyetemet és számos középiskolát alapítottak. Továbbá a kelet-európai országokkal ápolt kapcsolatunk eredményeként sok fiatal gánai, mint például az én apám, lehetőséget kapott arra, hogy ösztöndíjas diákként Gánán kívül tanuljanak. Ez azért volt fontos dolog, mert a megfelelő oktatásban részesültek, képzett gánaiak kerültek azokra a közszolgálati posztokra, ahol addig a britek dolgoztak. Ennek révén a képzett, de nem kimondottan gazdag hátterű gánaiak a nemzetközi szervezetek munkájába is bekapcsolódhattak, köszönhetően annak a lehetőségnek, amit elnökünk politikája teremtett számukra. A nemzetközi politikában így kapott fontos szerepet Kofi Annan ENSZ főtitkár. De gánaiak az Afrikai Unióban, az Afrikai Fejlesztési Bankban és sok más nemzetközi szervezetben is fontos posztokat foglalnak el. Ez lehetővé tette számunkra, hogy sokkal karakteresebb arculatunk legyen a nemzetközi szintéren, ahhoz képest, mintha csak a belső ügyeinkre koncentráltunk volna. Afrika az Ebola kiirtásán dolgozik, és azt is tudjuk, hogy az iszlám szélsőség is nagy fenyegetést jelent a szubszaharai térségben, Nyugat- és Közép-Afrikában. Gána ezeknek a háborúknak a frontvonalában harcol. Nos, nálunk nem volt Ebola. Az Ebola nagyobb részt Libériát, Sierra Leone-t és Guineát érintette. De Gána jelenleg a nyugat-afrikai államok gazdasági közösségének elnökségét adja. Ezért arra kértük az ENSZ-t és más nemzetközi szervezeteket, hogy fővárosunkban, Akrában hozzák létre az Ebola elleni harcot irányító központot. Úgy gondoltuk, hogy a mi felelősségünk az Ebola elleni harc irányítása.
Az összehangolt fellépéssel véget vetünk az ebolának. Az összes érintett országról hetente jelentés készül, ami hozzám is eljut. A múlt héten Libériában 5 új megbetegedés volt. Arról az országról van szó, ahol több mint 9000 az ebola fertőzöttek száma. A betegeket kezelő központok közül sokat már be is zártak, mert a járványt ezekben a körzetekben sikerült kiirtani. Úgy véljük, hogy a következő 3 hónapban véget ér ez a kór. When it comes to Islamic extremism. Ami az iszlám szélsőséget illeti, itt szeretnék egy kis különbséget tenni. Az iszlám a béke vallása. Nálunk él egy muszlim hitű kisebbség. Gána lakosságának úgy 85%-a keresztény, és 15%-a muszlim. Mi együtt élünk a muszlimokkal, ezért tudjuk, hogy az iszlám a béke vallása, abban az értelemben legalábbis, ahogy ezt a hitet rendesen, napi szinten gyakorolják. A Boko Haram, az ISIS vagy az Al-Shabaab esetében az iszlám egy ideológia, amit nem szabad összekeverni az iszlámmal, mint vallással. As religion. Mi több országgal is együttműködünk azért, hogy térségünkben a Boko Haramot meggyengítsük, és lehetőség szerint felszámoljuk. De tudjuk azt is, hogy az iszlám ideológia a fejlődést évtizedek óta nélkülöző térségekben, a szegénységben, az emberek reménytelenségében, a változásról való lemondásban gyökerezik. Úgy gondolják ezek az emberek, hogy számukra nincs más kivezető út. Kétségbe esettek, és nem hisznek abban, hogy van más megoldás. Ezért a politikusok részéről nagyon fontos olyan állapotokat teremteni, amelyek révén az emberek elhiszik, hogy igenis van számukra esély az előrelépésre, életük javítására, nehogy ezeknek a hamis ideológiáknak a bűvkörébe kerüljenek. The first thing that comes into the mind of az első dolog, ami nálunk az emberek eszébe jut Gánáról hallva, az a kakaó. Önök a kakaó talán legnagyobb, vagy második legnagyobb termelői világviszonylatban. De nem túl veszélyes egyetlen agrárterméktől függeni, esetleg mást is, más nyersanyagokat, vagy ipari termékeket is előállítanak? Mi a helyzet ezzel kapcsolatban? Hát persze. Gána a föld második legnagyobb kakaó termelője. A legnagyobb termelő szomszédunk elefántcsontpart, de szerintünk a legjobb minőség a miénk. De komolyra fordítva a szót, aranyat is exportálunk immár évszázadok óta. Nevünk a gyarmati időszakban ezért volt aranypart. Az arany még mindig jelentős exportterméke Gánának. Mangánt, bauxitot, ipari felhasználású gyémántot, mészkőt exportálunk, és van olajunk is. Napi szinten 110 000 hordó olajat exportálunk. A mezőgazdaság terén a kakaó a legfontosabb, de jelentős mennyiségben exportálunk trópusi gyümölcsöt is. Az európai szupermarketekben ott van a gánai ananász, papaja, banán és maragúja is. De mint több magasabb hozzáadott értékű termékünk is van. Az információtechnológiai forradalom nagyon jól halad Gánában. A mobiltelefonok elterjedtsége meghaladja a lakosság számot, vagyis egyeseknek több készülékük is van. Az elmúlt 5 év átlagában a szolgáltató szektor nemzeti össztermékünk 49%-át adta. Azon állítás, hogy kizárólag a nyersanyagexporttól függünk, tehát nem helyén való. Mi váltunk Nyugat-Afrika pénzügyi központjává. A bank és biztosítási szektor elképesztő növekedést mutat, de bizonyos mértékben közlekedési központtá is váltunk. Nyugat-Afrikából a légitársaságok Gánán keresztül szállítják tovább Európába és a világ más régióiba az utasokat. Diversifikáltuk tehát gazdaságunkat, és ezt a jövőben tovább folytatjuk majd. A legnagyobb kihívás számunkra az energia jelenti most. Az áramszolgáltatás lefedettsége 76%-os, ami Dél-Afrika után ugyan a legmagasabb érték, de a kereslet exponenciálisan bővül, köszönhetően az említett okoknak. És egy utolsó kérdés még angolul. Kína a nemzetközi aréna új felemelkedő csillaga, mintha kiszorítaná az afrikai államok régi partnereit, Nagy-Britanniát, Franciaországot és az Egyesült Államokat a kontinensről. Kína ma már talán a legnagyobb befektető Afrikában, és a legnagyobb kereskedelmi partner is, amennyiben az Európai Uniót nem egybe, hanem tagállamonként külön számoljuk. Nekik van pénzük, már technológiájuk is van, és rendelkeznek politikai akarattal is, a befektetésekre ugyanúgy, mint a segítségnyújtásra. Tapasztaltak-e féle kínai szándékot Gánában is? Amit Kínáról állított, az igaz. Jelentős forrásokkal rendelkeznek, és ezen túl őket a nyersanyaghoz való hozzáférés motiválja.
A jelentős nyersanyagexportot lebonyolító afrikai országok ezért komoly kínai beruházásokat vonzottak magukhoz, csak hogy ebből a jövedelemből még nagyobb mértékben exportálhassanak nyersanyagot. És valóban, jelentős mennyiségben importálunk árukat Kínából. De mi nem olyan partnereket keresünk, akik csak fejlődésünk finanszírozását támogatják. Mi a gazdaságunk növekedése érdekében úgy keresünk partnereket, hogy mindkét fél számára új lehetőségek nyíljanak. Ezért gondolom azt, hogy nagyszerű dolog lenne a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése Magyarországgal. Önök nincsenek benne az eurózónában, így mentesülnek az eurózónához való tartozás költségeitől is. A tagság így nem drágítja meg exportjukat. Miközben önök rendelkeznek azzal az európai minőséggel, technikával, szakértelemmel és tudással, amire nekünk olyan nagy szükségünk van. Mi nem olyan utakat akarunk építeni, amelyek 5 év múlva darabjaira hullanak. Olyan infrastruktúrát kell építeni, ami nagyon sok ideig tart. Nem akarunk olyan áramtermelő hálózatot építeni, amelyben mindenhol tüzek keletkeznek, csak mert rosszul építették ki a hálózatok összekapcsolását. Azért fektetünk be az infrastruktúrába, hogy az nagyon sok ideig működőképes maradjon. Nem engedhetjük meg magunknak az olcsó vételeket, azok ugyanis a végén rendre igen drágábbá válnak. Miniszterasszony, köszönjük az interjút, és engedje meg, hogy egy magyar kérdéssel zárjam le a beszélgetést. Az ön édesapja tanulni jött Magyarországra. 10 000 számra tanultak Magyarországon a 70-es, 80-as években afrikai, ázsiai diákok. Ők nagyon magasra jutottak hazájukban. Miniszterek lettek, polgármesterek lettek, parlamenti elnökök lettek. Látja-e lehetőségét annak, hogy a magyar egyetemekre gánai diákok jöjjenek tanulni most, mint akár 1-2 generációval ezelőtt történt? Versenyképesek-e a magyar egyetemek? A világ összezsugorodik, köszönhetően a technológiának, a közlekedés fejlődésének és más változatos okoknak. De ez csak még szükségesebbé teszi a szoros partnerségek kialakítását. Szerintem a magyar egyetemeknek aktívan kellene reklámozniuk magukat a világban. Különösen most, amikor már nem csak magyarul lehet tanulni. Apám idejében ugyanis az egyetemi tanulmányok megkezdése előtt magyar nyelvet kellett tanulni. De most már angolul és németül, és ha nem tévedek, talán már franciául is tanítanak. A lehetőségek tehát megszaporodtak. Az oktatás szintén egy olyan terület, amelyet európai alapokon szerveznek, európai minőségben nyújtanak Magyarországon, miközben annak költsége elmarad az Egyesült Királyság, Franciaország, Belgium vagy akár Hollandia egyetemeinek áraitól. Az emberi kapcsolatok fejlesztésének ez a legjobb módja, erre lehet alapozni az új kapcsolatokat. Ha az apám nem ment egyetemben Magyarországon, akkor pedig az, akkor nem csináltuk ez az interjú. Hát akkor nem csináltuk volna. Igen. Egy legeslegutolsó kérdés. Miniszterasszony, van családja, ugye, vannak gyermekei? Igen, van nekem gyerek. A lányom az 21 éves, és a fiam az 18 éves. És a lányom most elment egyetembe Amerikába, és a fiam az Gánában van. Most már befejezi a gimnázium. Szokott nekik palacsintát csinálni? Hát ne, most már nem. Egyre többet vannak távol. És azért nem mindig tudom csinálni, vagy ebéd, vagy reggeli nektek, de... De időről időre összejövünk. I see. Nagyon szépen köszönjük az interjút. Thank you very much. Önök a Hírvilágot látták, ha kérdésük vagy észrevételük van, írjanak nekünk a hirvilag@hirtv.net e-mail címre, adásainkat pedig visszanézhetik a Hír TV weboldalán. Viszontlátásra!